Köszöntöm Önöket! Riasztás című rendvédelmi magazinunkat látják, tartsanak velünk! Átfogó vizsgálat. Június 7-től 10-éig nemzetközi közúti ellenőrzés volt az M7-es autópálya Zala-Komári lehajtójánál lévő benzinkútnál. Az akcióban 10 ország társszervei működtek közre. Mindenkit letereltek az Zala-Komári lehajtónál. Először az útdíj megfizetését ellenőrizték, aztán mindenkit elirányítottak a megfelelő hatóságokhoz. A nagyszabású akció fókuszában a teherszállítók műszaki ellenőrzése állt, de a személyautókat is átvizsgálták. Valgut Zoltán rendőrőrnagy elmondta, már hetekkel előre kellett dolgozni, hogy egy ilyen akciót megszervezzenek. A mai ellenőrzés előkészítése körülbelül 3-4 hetet vett igénybe. A közút kezelőjétől be kell szerezni a megfelelő engedélyeket, hogy kiterelhessük a forgalmat. Tőlük kell megrendelni magát a kiterelést is, amit ők kiépítenek. És hogy maga az előre letervezett ellenőrzés hatékony is legyen, ezért koordinálni kell a társszervekkel, hogy az ellenőrzés időpontjában ők is megjelenjenek. Ezért ők meghívtuk a helyszínre a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársait, a katasztrófavédelem munkatársait, illetve a mögöttem látható Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársait is. Az ellenőrzés a társszervek bevonásával történt, így részt vett az akcióban a NAV, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Katasztrófavédelem is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai elsősorban a jövedéki termékek ellenőrzésével, szállításával kapcsolatban végeznek vizsgálatokat. A Katasztrófavédelem pedig jellemzően a veszélyes anyagot szállító járműveket veszi górcső alá. Tehát annak a műszaki állapota? Elsősorban az, hogy szabályszerűen szállítják-e a veszélyes járművet, minden jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelele, illetve a műszaki állapot vizsgálatát pedig a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen végzik. Láttam én itt olyat, hogy kinyitottak egy autót és egy kutya felugrott. Ő mit keres? Így van, az Adó és Vámhivatal rendelkezik egy drog és cigaretta kereső kutyával, és amennyiben gyanú van arra, hogy a járműben cigarettát vagy kábítószert rejtettek el, akkor a kutya segítségével próbálják ezt felderíteni. Rendőrségi szempontból milyen ellenőrzéseket végeznek, mert hogy nem csak a teherautókat, meg a szállítójárműveket hozzák le az útról, hanem a személyautókat is. Így van. A személygépkocsinál elsősorban a járművek és az utasok körözésben történő ellenőrzését végzük, valamennyi járművezetőt alkoholszondás vizsgálat alá vonunk, illetve a járművek csomagterét vizsgáljuk el, hogy valamilyen jogellenesen szállított dolgot találunk-e náluk. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is a tranzit útvonalnak számító autópálya miatt a szabálytalan személyszállítás és a szabálytalan gyermekszállítás az ami sláger most a jogsértések között. Milyen gyakran van ekkora akció? Erre az akcióra általában ilyen nagy létszámmal tavasszal és kora ősszel van lehetőség, kisebb létszámmal pedig minden héten folytatunk ellenőrzést a gyorsforgalmi útszakaszunkon. Ez azt jelenti, hogy minden héten egyszer kiállnak valahova, és akkor ugyanígy leterelik a forgalmat? Pontosan. A gyakoribb eset az, amikor az autóút, tehát az M70-es autóúton végezzük az ellenőrzést, az sokkal egyszerűbb megoldani, de azért igyekszünk minél többet az autópályán is ellenőrizni. Mik a tapasztalatok egyébként, amióta sűrűsödtek az ellenőrzések, kevesebb a szabálytalanság, vagy sok embert megfognak azért valamivel? Érezhetően a forgalom átterelődik egy ilyen ellenőrzés alkalmával, ilyenkor azonban arra is figyelünk, hogy az alsóbb útrendű úthálózatra lehajtókat is ellenőrzés alá vonjuk. Sajnos tapasztalható az, hogy aki jogsértés, tudomása van arra, hogy jogsértéssel közlekedik, ő megpróbálja kikerülni az ellenőrzést. Az ellenőrzés egyik legfontosabb eleme a teherautók, kamionok műszaki átvizsgálása volt. A kormányhivatal közlekedési hatóságának ellenőre elsősorban a nehéz tehergépjárművek vezetési és pihenő idejét ellenőrzik. Ebben benne van természetesen a menet rendezések ellenőrzése, illetve azoknak a manipulációjának az ellenőrzése. Fontos feladat az is, hogy ezek a nehéz tehergépjárművek megfelelő műszaki állapotban legyenek, tehát a műszaki állapotukat is ellenőrizzük. Ezen alapon kifejezetten alapos ellenőrzést tudunk végezni, hiszen rendelkezésünkre áll egy mobil műszaki vizsgálóállomás, ahol esetlegesen fékhatást, illetve
egyéb vizsgálatokat is el tudunk végezni. Feladataink között szerepel természetesen a veszélyes anyagszállítóknak az ellenőrzése, hiszen ezeken elvégzett komplex ellenőrzések azok tartalmazzák egyben a jármű műszaki állapotának, illetve a sofőr pihenő idejének a vizsgálatát, hiszen a veszélyes anyagot szállító járművek kiemelten veszélyesek a közlekedésben, ezért ez egy fontos feladat. Ellenőrizzük többek között például a járművek fuvarozási okmányait. Ezen belül kiemelt feladatunk az úgynevezett bilaterális közlekedési engedélyek szabályosságának, illetve valódiságának az ellenőrzése. Ez 2016-tól egy kiemelt feladat a hatóságnak. Bocsánat, mit jelent az, hogy bilaterális ezt az engedélyt, ezt olyan országok kapják, akik nem tartoznak bele az Európai Unióba, és ugye értelemszerűen nem lehet uniós közlekedési engedélyük, és ezt viszonossági alapon kapják, tehát az Európai Unió által kiadott közlekedési engedélyek számának megfelelően a külföldi országok is hozzájutnak ilyen engedélyhez. Ezt jelenti, hogy bilaterális. Ma délelőtt kezdődött ez az akció. Mik a leggyakoribb hibák, és mik voltak mondjuk a legdurvább problémák? Azt kell, hogy mondjam, hogy egy 40 tonnás járműnél minden műszaki hiba durva lehet, hiszen ezekkel a járművekkel okozott baleseteknek a következményei azok lényegesen súlyosabbak, mint a személygépkocsiknál. Itt a mai napon három jármű esetében kellett intézkednünk a forgalomból kivonásra, illetve a továbbhaladás megakadályozására, mert veszélyt jelentettek a közlekedésre, ez jellemzően fékhiba, illetve alvásztörés volt a mai napon. Azon kívül találtunk tahográf manipulációt is, ezzel a gépkocsi vezetők próbálják a vezetés és pihenőidőket regisztráló szerkezet adatait meghamisítani, és így sajnos túllépik a vezetési idejüket, és nem eléggé pihenten autózzák végig ezt a nem kicsi távolságot, amit például a kikötőig meg kell tenniük. Mennyire tartja föl úgymond a gazdasági folyamatokat, teszem azt a kereskedelmet, mennyire tartja föl egy ilyen ellenőrzés, mert hát hiszen azért gyakorlatilag mindenkit leterelnek az autópályáról, és hát itt azért áll nagyon sok autó. A másik tehát többi hatósággal való együttműködés során abban állapodtunk meg, hogy minden itt tevékenykedő szervezet kiválasztja azt a járművet, amivel ő foglalkozni szeretne. Ez elsősorban kockázati alapokon, tehát megvan az, hogy aki veszélyes anyagszállítót szeretne ellenőrizni, az azt, aki vezetés és pihenőidőt ellenőriz, azt pedig egy másik sávba tereljük, illetve amelyik a hatóságok számára nem jelent kockázatot, vagy nem ítéljük annak, az pedig akadálytalanul tovább halad. Célunk természetesen az, hogy egy fuvarozónál ez az ellenőrzés ne haladja meg a 30 percet. Az akció helyszínén bejárást tartott Sifter Rózsa, Zala megyei kormány megbízott is. Mint mondta, az ellenőrzés olyan helyszínen van, ami óriási tranzitforgalmat bonyolít, ezért a nagy létszámú külföldi jelenlét. Ezt a Zala megyei helyszínt a nemzetközi ellenőrzésre a közlekedési hatóság azért jelölte ki, mert ezen az útszakaszon óriási a tranzitforgalom. A mai napon a 10 külföldi ország szakemberei és az elkövetkező napokban is tapasztalatcserét fognak folytatni egymással. Részben a gyakorlatukat tudják megosztani egymással, hogy milyen módon végzik ezeket az ellenőrzéseket, másrészt pedig az új ismereteket elsajátíthatják egymástól. Ez mindez azért történik, hogy mint ahogy Magyarországon is, minden európai országban a fuvarozás a gazdaság része, és a szabályok betartása elősegíti, hogy a gazdaság szereplői egymással azonos feltételek mellett folytathassák gazdasági tevékenységüket, hiszen átláthatónak és tisztának kell lenni ennek a gazdasági tevékenységnek is. Azt akkor jól értem, hogy ez most ez az akció, ez a háromnapos akció, ez kizárólag az M7-es autópályán történik, vagy az országban máshol is van ilyen? Ez most kizárólag az M7-es autópályán Zala megyében történik, és büszkék vagyunk arra, hogy Zala megyét és a mi szakembereinket választották ki, hogy Magyarországot képviseljük ebben az akcióban. Ez elismerés annak a szakmai munkának, amit évek óta folytat a közlekedési osztály
táj közúti ellenőreinek csapata. Az előző évben 8000 ellenőrzést végeztek el az Zala megyei kormányhivatal közúti ellenőrei, és 95 millió bírságot szabtak ki, és ez az államkasszába folyt be. Miért fontos az ehhez hasonló akció egyébként? Mert én jártamban, Keltemben, sokat autózom, tudom azt, hogy vannak ilyen időszakos ellenőrzések, amikor a teherautókat kihívják a pihenő helyekre, és ott megmérik őket, megnézik őket. Ez a komplex ellenőrzés, ez miért fontos? Ez az ellenőrzés egyik célja, vagy egyik legfontosabb célja, hogy a közlekedés biztonságát szolgálja, és emellett a szabályok betartására ösztönözzön, amint az előbb is már említettem, hogy egyenlő eséllyel vehessenek részt a gazdaság szereplői a gazdaságban. A háromnapos ellenőrzés alatt összesen 154 járművet ellenőriztek. Ebből 16-nál kellett intézkedni, 5 esetben pedig megtiltották a továbbhaladást is. A menetíró készülék manipulációjára 4 esetben derült fény. Egy autónál a papírok nem voltak rendben, egy jármű pedig túlsúlyos volt. A büntetési tétel járművenként akár több százezer forint is lehet. Vasárnap Letenyén rendezték meg az idei megyei önkéntes és létesítményi tűzoltó versenyt. Több mint egy tucat tűzoltó egyesület csapatai mérték össze tudásukat több versenyszámban, így például retro és modern eszközök segítségével. Jó napot kívánok! Erőt, egészséget! A zalai önkéntes tűzoltók mellett érkeztek a megye, valamint az ország határon túlról is csapatok. A horvátországi Hodosán városából érkezett tűzoltó egyesület tagjaival vált nemzetközi vé a megmérettetés. Az elmúlt 5-6 évben olyan fejlődésen ment keresztül a magyar önkéntes tűzoltó mozgalom, ami páratlan az elmúlt 2-2,5 évtizedet nézve. Az önkéntes tűzoltók felkészültsége az minden településnek a védelmét, a védelmi képességét mutatja, illetve erősíti. Az elmúlt időszakot nézzük, csak egy hetet, az önkéntes tűzoltók végezték a vízhivatásoknak körülbelül 40-45%-át saját településeiken, illetve volt olyan önkéntes egyesület, aki a szomszédos településekre is át tudtak menni segíteni. Ahogy ez a képesség fennmaradjon, gyakorolni kell, és ezeket a gyakorlatoknak, ahogy egymáshoz is mérjék az erőket, a megyei versenyek a legfontosabb szintelei. Gyakorlatilag a megye legfelkészültebb, legjobban szervezett, és ezt most a szó valós értelmében értem, legjobban szervezett egységei vannak itt most, akik számot adnak, hogy egymáshoz képest is, illetve az elmúlt évekhez képest milyen fejlődésben vannak. A 800-as kispotor fecskendő szerelés, ami egy komplex tűzoltási gyakorlat. A tűzoltási gyakorlatként ugye egyrészt kivonulunk egy helyszínre, az meg szimulálva van, azon a helyszínen vizet vételezünk, és a vizet eljutattuk a tűzoltásnak a helyszínére. Ez egy komplex feladat, aminek a képessége bemutatja minden tűzoltó egyesület. A másik az sokkal régebbi, az osztrák-magyar monarchia időszakában, még az 1800-as évek végén magyar, illetve osztrák, szlovén, horvát tűzoltóegyesületek dolgozták ki, és annak egy hagyományos tűzoltó verseny rendszere van. Ez a úgynevezett CTF verseny egy ügyességi, egy fegyelmezettségi, és megint csak egy szervezettségi és a rendhez, a tűzoltó rendhez szoktatásnak a bemutatása történik. Kispotarfacskendőt szerel szívótömlővel. Visszerzés helye a patakból, osztó a második vétömlő végénél, mindkét sugár rajt! Szimon szerej! Megyében
egy évben egyszer van ilyen, viszont felmenő rendszerű, és elsősorban a CTF nemzetközi szabályrendszer szerint, hiszen ennek a megnyerői kijutnak a nemzetközi szintérre is, egy ugródeszkán keresztül, ami a szombathelyi országos tűzoltó verseny, ami szintén CTF kategóriában zajlik. Ez most az ifjúságnak van felmenő rendszerben ebben az évben, és a jövő évben pedig a felnőttek fognak ilyettén feljutni. Ami még nagyon fontos, hogy nemzetközi szereplésben, vendégségbe is hívnak minket, mind a horvátországi, mind a szlovén tűzoltó szövetségek, és osztrákokat is megemlítenem, a Burgenlandi Tűzoltó Szövetség is meghívta a Zala megyei egy csapatot. Ezt mi úgy tudjuk eldönteni igazságosan, hogy ki mehessen, hogy versenyeznek a csapatok. Alsópánokról érkeztünk három csapattal, milyen megyei verseny van, ezért a településünket képviseljük, mind felnőtt, mind ifjúsági kategóriában. Mióta is létezik Alsópáhokon Tűzoltó Egyesület? Hát immár 121 éve, tehát 1985-ben alakult az Egyesület, egy nagy múltra tekintünk vissza. Az Egyesületünk 50 fővel működik jelen pillanatban, tehát vannak aktív tagjaink, és vannak olyan tagok is, akik gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a létszámot növelik, de régi tagok, és mivel korukból kiindulva már nem lehet igazából úgy munkára fogni őket. Tehát jelen pillanatban is, tehát legfőképp a hagyományőrzés, de a KRH-ítás sem utolsó szempont, és jelen pillanatban is voltak olyan dolgok, amikor vonult az Egyesület. Elsődleges beavatkozók azok a hivatásos tűzoltók, viszont a hivatásos tűzoltók mellett azt kell mondjam, hogy nagyon komoly szerep hárul az önkéntesekre, és az önkéntesek azok vannak a legközelebb, és hogyha ügyes az adott csapat, vagy az adott tűzoltóegyesület, akkor előbb is ki tud érni, mint a hivatásos. És azért a legfontosabb tényleg a biztonságérzet szempontjából, hogyha tudják azt az emberek, hogyha baj van, akkor milyen gyorsan ér ki a segítség. Na most a magyarországi átlagot 10 perc alá szeretnék, a vonulási, még kiérkeznek a kárhelyszínre, mindegy, hogy ez most tűzeset, műszaki mentés, vagy egyéb kárelhárítás, vagy árvízveszély elhárítása, vagy ilyen csapadékos időszakban szivattyúzás, mondjuk egy elárasztott pincébe. Ez mindegy, hogy milyen kárhelyszínről beszélünk. A 10 perc alatti vonulást, mondjuk Kanizsáról, Murakeresztúrra, az majdnem, hogy lehetetlen. Viszont az elsődleges beavatkozás szempontjából pedig elengedhetetlen, hogy egy pár perc alatt érjen ki valaki a helyszínre, aki egyből segítséget tud nyújtani. Hát a legfontosabb az az élet megvédése, és utána a tulajdonképpen anyagi javaknak a megvédése. Ez minden esetben akkor működik jól, hogyha ilyen 5-10 perc közötti időben. És én úgy tudom, hogy a kormányzat is, és a belügyminisztérium is, a katasztrófavédelmi igazgatóság is már a korábbi években azt tűzte a zászlajára, hogy az önkéntességet szeretné erősíteni. Ezt mutatják ezek, amit a megnyitóban is hallottak, ezek a támogatási összegnövekedések. Ezek a mellé rendelt források lehetővé teszik, hogy ezt a fajta beavatkozási sebességet és minőséget is javítsák a tűzoltóegyesületek, és egyébként azt kell mondjam, hogy ezt mind a tűzoltóegyesületek tapasztalják saját maguk munkáján, és azt kell mondjam, hogy be is hajtják a hivatásosok rajtunk, tehát most már közös gyakorlatokat szerveznek. Én a Hévízi Tűzoltóegyesületnek vagyok az elnök, és Hévízen, Alsópalkon, Balatongyörökön is a Keszthelyi Tűzoltóság munkatársai közös gyakorlatokat szerveznek, és a jövőben is fognak olyan káreseményeket szimulálva, amelyekben szeretnék, hogy az önkéntesek ezekkel a megújult, jó
magas színvonalú felszerelésekkel ki tudják venni a részüket. Nagyon sok tűzoltóegyesület kellene. Sajnos csökkent a tűzoltóegyesületek száma a 90-es évek után. A háború előtti időszakban és közvetlenül a háború utáni időszakban minden településen, azt kell mondjam, majdnem minden településen, igen, a legkisebb településeken nem, de majdnem minden településen volt tűzoltóegylet, és ezt vitték is tovább ezeket a hagyományokat. A 90-es évek után az átalakulás során azért viszont nagyon-nagyon sok egyesület szűnt meg. Ezek az egyesületeknek az újjáalakulásai azért folyamatban vannak, de ez egy lassú folyamat. Mindig kell hozzá egy nagyon jó összefogó ember vagy kettő, de ő nélkülük lényegében nem fog működni. Tehát vannak szalmalány típusú kezdeményezések, de vannak tulajdonképpen olyan kezdeményezések is, amik nagyon tartósak. 25 olyan egyesület van, aki aktív, 35 egyesület van, aki azért működik a megyében, de 25 igen aktív van, és hát 200 fölötti településszám van, ha jól tudom, a megyénkben, tehát ahhoz képest bőven van hova fejlődnünk. Ha csak a szomszédos Szlovéniát és Horvátországot megnézzük, ahol járásonként vannak kvázi tűzoltó szövetségek, mert annyi tűzoltó egyesület van, hogy egy járásban tudják produkálni azt a számot, amit mi megyei szinten. Pedig hát náluk még egy régiós vagy megyeszintű terület is tulajdonképpen sokkal kisebb, mint mi nálunk. Tehát, és mégis járásonként sokkal több az egyesület, mint nálunk a megyébe. Tehát van hova fejlődnünk. Látjuk ezt a külföldi és egyébként más megyék, így Vas megye és Győr-Moson-Sopron megye, hogy a legjobb példákat említsem példáján is, de még akik nagyon jó helyzetben vannak, azok a Pest megyeiek egyesületi szempontból, de a megyénk is szépen zárkozik föl, és a középmezőny tetején vagyunk mind a lehívott források tekintetében. Önálló beavatkozási joggal rendelkező egyesület pedig három van a megyénkben, ami azért azt kell mondjam, hogy a megyék között is egyedülálló, és ez a tavalyi év végére és az idei év leges legelejére emelte úgymond föl a létszámot a megyénk a katasztrófai nőazgatóság segítségével és a tűzoltó egyesületek hatatos közreműködésével közösen. Ezzel azért azt kell mondjam, hogy bár most már nem, de egy fél évvel ezelőtt még egyedülálló volt a megyénk az országban. A verseny eredmények összesítése alapján a legeredményesebb csapat a Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata lett, hiszen a legtöbb versenyszámot és kategóriát ők nyerték. Tizenkét emelet leküzdése. Teherrel, minél gyorsabban. Nagy Kanizsán a Platánsor 4-es számú épület magasságát használták ki nemrég a tűzoltók. Az első Zala megyei lépcsőfutó bajnokságot rendezte itt, ugyanis a Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A gyakorlatnak is beillő megmérettetésen a megye minden tűzoltó parancsnoksága képviseltette magát, így mintegy 25 hivatásos tűzoltó mérte össze gyorsaságát, erejét, állóképességét. 5, 4, 3, 2, 1, rajta! Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy országos lépcsőfutóhoz hasonlóan a megyei tűzoltók is megérezhessék a saját bőrükön, a megyéjükben, hogy milyen is ez a lépcsőfutás, és minél többen induljunk el az országos megmérettetésen is. Több korcsoportba indultak a versenyzők, és 12 emeletet kellett leküzdeniük teljes védőfelszerelésbe és teljes légzésvédelem mellett. Ez mit jelent, hány kiló pluszt kellett cipelniük? Úgy nagyjából 25-30 kg pluszt kell a saját testsúlyukon kívül még cipelni a tűzoltóknak.
Azonban mondhatjuk, hogy itt ebbe a 10-12 emeletnél ez egy napi rutinjukhoz tartozik, ugyanis ő nekik felkészülve várják bármelyik esetben, hogy egy ugyanilyen riasztáskor, egy éres esetben is ugyanígy beavatkozzanak. Természetesen nem ilyen lendületesen, mert ezután már sokkal nehezebb volna nekik beavatkozni és dolgozni, de ugyanilyen aktivitással vennének részt egy káreset során is. A mezőny legidősebb tagja a 46 éves Angyal Péter alezredes, a keszthelyi katasztrófa védelmi kirendeltséget képviselte. Ez egy olyan megmérettetés, ami valamilyen visszajelzést ad az ember aktuális fizikai állapotáról, és úgy gondoltam, hogy nem vagy, ha vonulás állományjal együtt ezen a kihíváson részt veszek. Milyen volt a verseny? Jó, gyors. Igazából a feladat az volt, hogy leküzdjem a összes emeletet. Ez megtörtént. Én úgy gondolom, hogy az eredményem is azt igazolja, hogy nem is olyan rosszul. Én élveztem. Mi volt a taktika? Hát a taktika az az volt, hogy minél gyorsabban egymást legyen, szedjem a lábaimat és ne esek orra. Ez mit jelent? Itt láttam, hogy van, aki kettesével szedi, van, aki egyesével szedi a lépcsőt, van, aki nagyon lassan kezdett, van, aki mindjárt az elején gyorsan elindult. Hát én kanizsai gyerek létemre, mondhatnám azt, hogy panelporoli vagyok, mert hasonló épületben laktam a harmadikon. Tény és való, amikor gyerek voltam, akár hármasával is tudtam szedni, 25 kg felszedés nélkül kettesével is menne még. Most gyakorlás során az embernek be kellett látnia azt, hogy a kettesével szedett lépcsők azok az én esetemben igen, csak energiapazarolok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy szaporán és egyesével fogom szedni a lépcsőfogokat. A taktika, tapasztalat és edzettség mindenkinél más volt. Így másfél és két perc közötti idő eredmények születtek a megyei versenyen. Elég nehéz volt, nem gondoltam volna. Igazából a gyakorlás az nagyon minimális volt rá. És meg kellett volna nyomnom egy kicsit. A vége felé már így csodálkoztam, hogy felértem, azt hittem még lesz legalább 3-4. Nem is számoltam úgy a szinteket, próbáltam beosztani az energiát. Jobbra is sikerülhetett volna, de majd jövőre. A lépcsőfutáson Cseresznyés Dániel szóvivő is aktívan szerepelt, aki már az országos versenyt is megjárta. A szóvivő maga is beosztott tűzoltó volt hasonlóan, mint itt a kollégái, és a sport iránti szeretet és ez a tűzoltói összetartás ez változatlanul töretlen azóta is, és én is fontosnak gondoltam, hogy elinduljak ezen a megmérettetésen. Minden évben ősszel rendezik az országos lépcsőfutóbajnokságot, melyen egyébként 23 emeletet kell teljesíteni a tűzoltóknak. Ennyi volt mai Riasztás magazinunk, két hét múlva ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.